szóval 8. De akkor az akkor basszóbb azért. 8, és akkor... Mindig abból van kevesebb, amelyik jobb. Egy boss. Hát erre a bosszra én, ha ti rá akartok futni, menjetek, én várni fogok. Felesleges. Ja, jó, hát messzű. Itt éppen a Lower Pass-szal, ezt végignézzük, itt van 1000 dolog. Mivel ugye itt fixen mindenki oda fog menni, szóval én valami nagyon messzűrű. Ahol lesz a boss, hogy két faluban arrébb, legugolok és onnan elkezdek sétálni. Mert most mi, olyan kariba jöttél? Nem, egy boss van. Tehát hármas csapatok vannak, ugye az kilenc ember fog rámenni a bossra. Nem fogsz tudni nézni megölni 9 embert, úgyhogy... Ja, várjál, dobálom majd. Lőnek oldalt. De bazzag oldalt, a széle van. Akkor itt nem leszünk egyedül, srácok. Ah, jönnek be a városba. Itt vannak már. Merre? Hallok. Hát valahogy itt hallok valamit. Hallod? Már lőnek valamit. Méhest. Méhest van fönt. Látom az árnyékát. De már ide lőnek, ahol vagyok. Itt már mellettem a zombik, az már lőtték. Ez a kurva ló, megölöm a lóan. Hát az... Hallod, jó, muszáj. Arrébb jöttem direkt. Ugrál valaki. Itt ugrál már, ahol te vagy kb. Ott valahol. A kutyát hallok. Valamit dobtak. Én dobtam. Ja. Hát, találkoztunk egy pár csapattal azok. Sem látok. Hallod, Will? Nézd csak egy kicsit hátrafele, ahol én vagyok, főfele. Az előbb valahogy sarkon álltál. El tudtalak volna lőni. Ilyen szar kis helyen, baszki. Várjál, figyeld már. Én rálátok a klúra. Itt van egy izé, látszik az árnyék a... Az, igen, a mélyesnek a fönt a padár, a tetőn. Két csapat van, mert itt csatároznak előttünk. Igen, úgyhogy szerintem a legjobb, ha meg sem mozdulunk. A klú amúgy fehér, srácok. Tehát akkor közvetlen itt nincs, ahol mellettünk. Ha úgy van, ezt el tudod lőni? Nem tudom, mert én most nem látok arra rá. Na jó, kérdezem már, hogy egy hordó, tehát hogy odafutnak. Ja, hogy a klú odébb van. Ja, hogy az itt van. Itt a klú, ez is például tökéletesen rálátok. Bent van az épületbe, vagy hol? Nem, kint, mellette. Van két armoros van mellette. Hát jó, most várjunk egy kicsit, majd jönnek. Na látod, nyomva tartom a izét, a fel van húzva a vesző, és tapot nyomok, akkor instant kilövi. Kilövi. Hát azért olyankor elrakod, és akkor úgy. Majd akkor megnyitsz egy másikat, tehát akkor ellövi. Ha fel van húzva a vesző, csak izélni tudsz, googolni, megfutni ezeket. De bármi olyat, hogy megnyitsz egy más valamit a képernyődre, akkor kilövi. Hát fia, ahol én vagyok, srácok, itt nincs senki. Itt egy meathead, ez tudom, nyugodt. Szerintem túlizéljük a dolgot, de mindegy. De ha nem vették fel a bountyt, akkor miért nem mentek volna el? Vagy miért mentek volna el? Mondom, ezek rákempeltek, hidd el. Nem piros a izése, a klúse. Jó, de az azt jelenti, hogy kb. 20 méteren belül nincsen senki. De 21-re már lehet lekempelve egy fegyverrel. A legszabb jár. Nem, én fönt vagyok. Javír. Hát ezt ki kell lőnöm, ezt a mélyest. Tehát én nekem ez az épület gyanús például. Nincs, csak ott van mellett az ozó. Jó. Te dobtad azokat a mérgeket oda? Én. Az tök jó, mert amúgy nem fogjuk tudni tőle felszedni. De hát gyorsan beszél, az felszedünk. Kurva sokat sem ez az a méreg. Az megbasz. Hát azt te nem szeret fel, lehet pont ezért nézik. Csoki bomba. Á, nem. Csoki bombát dobja rá. És akkor várj egy pár másodpercet, és akkor annyi.
Várja még. Jó, eltűnt. Most jó. Na, meg vagy fázva? Majd van a Covid. Hát Reef Squarit megnézzük. Barna, nem? Gyerünk, barna. Ez egy query, oda megyünk. Hát nem, Reef Squarira. Az abban azt akkor kizárhassuk, mint lehetőség. Ja, jó. Van sima amú. Hozzam kell. Immolátor, genyó. Éhes, van itt minden. Low, fehér low beer. Bassza. Hát itt Reef Squarin egy clue van csak, azt adja. Szóltok, hogyha izé konszuméből szaláltok. Nőnek jobbról, hogy az izé, az a church. Szerintem ott lesz amúgy. Innen lőnek el. Az a church. Az mellettünk van. Hát, az. Church. Öld meg! Öld meg! Hát, benne van. Ki tudja. Oda megyünk föl. De legalább ez lett, hogy eltűnt innen. Na, itt van közel, erre minden. De egy boss van, nem tudom, szerintem tisztes távolságban maradni. Egy bossnál teljesen nincs értelme, az öngyilkosság, hogy ezt te beniseld, tehát az... De nem is kell beniseld, csak legyen meg. Nem? Már a clue-ra gondolsz, hogy mi? Mi? Nem, csak tudjuk, hogy hol a boss. Ja. Toronyban nem látok senkit. Itt a klub, előttem. Fehér. Ott van mellettünk balra. Jaj, izé, mi ez? Prison. Pelikán prison. Meghalsz bőregér? Sza! La! Akkor a parkour kill lett volna. Ah, ott csatáznak. Jó, és... húszás. Még akkor ezen át kell szaladni. Van lent a malac. Te mi ez? Ez valami iszonyat gyors. Ja, az ami futka bossz, ez a nagy dobtáras. Az automat, igen. De az és azzal így lősz. Hát lehet, hogy 2 méterre belugrott a gyerek, meg csak így prrrr. Az jó, meg kell számolni, 15-öt tud vele lőni. Ott van, megvan. Látom a srácot, ott van föl. A 6-ot, 5-öt számoltam.
Na, akkor én arra megyek. Ott volt fönn. Eltaláltad? Nem, amúgy. Oda csapódott mellé, úgy látszik, hogy meg ott a másik fönt. Jaj, bazd meg, te kúszol itt mellettem, azt hittem, hogy valaki itt jön. Talált. Szép. Ez viszont talált. De amit jelöltél fönt, ott torony van, Oli? Mert ide fák torony, között... Igen, igen, torony. Okay, vannak hallom. Alul is, meg vannak felül is. Igen, hallom. Hallom a lövéseket. Ott van valami sötét. Azt látja valaki tisztábban? A fa nem, mellett ott van. Szaladt a gyerek, ott szaladt a gyerek. Azért pont nem látom. Á, látom fönn, de annyira sok a fa. Esélytelen, hogy én... Á, nem látok így. Bejövök ide a nádasba. Próbálom ránézni ide a prisonra, hogy onnan lövik. Azért remélem ebben az épületben nincs senki, mert ez itt engem teli velő akkor. De hát csak nem. Mert onnan nem lát. Az meg hülye izé. Szaladtok? Nem. Nem szabad senki. Meg tőled messze vagyunk, tehát minket nem nagyon jól hallanál. Az van jó, közel van. Nem előttem. És nem látok, geci, nem látok oda, ahol lő. Én sem, sajnos. Az a baj, ez a torony nekem nem jó helyen van itt. Várjál, mindjárt nézem ezt az épületet. Jó, most jobbról engem nem tudnak már lőni a toronyból, az fix. Ekkora fán, bassz, még nem lőnek át. Ott meghalt valaki fenn. Ott, igen, ott vannak a izék, a villanások. Ott van egy csomó koncentrina, meg minden. Á, meg gondolom, hogy csapdásztek, amit bírták. 9 ember ne menjen át. Valaki futott. Hallottátok? Nem. A tornyosok még szerintem ott vannak. Innen hallottam valami mozgást, és az nem zombi volt tippe. Nem tudom, ti halljátok-e a vízbe? Mint a víz mellett futott volna, és csak egy pár lépése belelépett volna a vízbe. Hallod? Megint. Nem, ez a mocsári szönte. Igen, de előtte volt egy ilyen tüp. Én zuzókat hallok itt. Megvan a gyerek. Kapta. Szép. Le is feküdt. Ott volt fönn. Nem feküdt le? Nem tudom. Nem, nem hallottam hangot. Nyögött, nem? Valami én gyújtottam ki. Kéne próbálni közelebb menni, csak az a torony nem tetszik. Szia, ti is. Csöcső. Mi a helyzet, ha ott van, aha, ott szaladt. Mi a helyzet, haver, hogy vagy? Nem látom minden, az a baj. Szarul. Beszaladt, itt szaladt beoldalt a srác. Látok egy kalapot, egy boton. Ott van megint, az anyád kurva szentségét, lefeküdt. Szép. Akkor elsőre is lefeküdt, csak most szedték föl, ott van. Én a helyetben most váltanék pozíciót, ha már kettőt ugyanonnan lőttél, mert a gyerek már fogja mondani a másiknak, hogy telibe, hogy hol vagy. Föl kell gyújtani valahogy. Hát, hogyan mész oda? Itt van, nézd? Kilőttél valamit, hogy mi volt az? Itt van valami szürke. Látom. Őt nincs semmi, én úgy láttam, mintha egy ember lett volna. Látnám. Nekem nagyon-nagyon messze vagyok amúgy tőle, az a baj. Jaj, az egy kibaszott ilyen izé lámpa, az a spot lámpa. Az a keresőfény. Nézd csak, ott egy híd. Az még jó lehet egyébként, nem? Az alól lőni. Jelölöm, ott a tornyosok, hogy lássátok. Tornyosok az amarra van, az jobbra van. Így ott van. Én meg ide jelölök.
Jó, hát én közelebb megyek. Egy kicsivel. Hát én még maradok ebbe a biztonsági zónába, aztán én is előrébb megyek. Igen, ez itt jobb, mert egy lejtő van. Tehát itt fedezékbe vagy nagyon. Itt ide gyere nézd. Itt nekem is így van, domb van előttem. Ha hátrébb megyek, azt már a domb izét akar. Meg egy kúra nagy fa van mellettem, és a toronyból nem látnak ide. Mondjuk amúgy sem, mert sok a fa. Hát szinte ebben a toronyban már nincs ember a múlt tipre. Mellettem meg itt mély torkozik a zombi, bazd meg. Az jó. Sasha Gray idézeteket? Ja. Ott szereti. Valami faszom van. Lehet be kéne menni, mert most itt nem nagyon tudok mit csinálni. Most egy fekszik, akkor még jó esetben még ketten. Jó esetben még ketten vannak. Jó, itt sétál torony. Valaki mellette. Hát én sétálok. Ez mikor majd googolva hallom. Aha. Lehet hallani elég nagy távból. Na gyere! Hát hellóka! Felébredtél? Megyek mindjárt, jó? Semmi baj, majd megszárad. Magad öntötted a vizet? Nem van. Na jó, én közelebb megyek. Jó, meg él a disznó. Oda nem tud bemenni, mi? Nem. Sajnos nem. Itt úgy lehet bemenni, nézd csak, hogy a nagy épületnek ott a jobb oldalán mászol föl a lépcső, vagy itt balra bemész az udvarba, és ott tudsz bemenni, és szintén vagy fölmész, vagy... Jobb oldala szimpatikusabb. Na igen, viszont az kívülről van a falon. Ilyen Z alakba tudod. Fia, ugrasszuk ki őket, nézd, van egy ötletem. Oda nem tudsz felülni egy koncentrinát? Oda az erkélyre? Ott van a srácnak a hullája. Az a baj, a szöges, ott a szöges rút. Látod? Meg fogja állítani. De mellette, innen mellőle. Várja. Tudom, mit szeretném. Mondom, ott fekszik a srác egyből a izé mellett. Igen, csak ott is van kerítés. Tehát azon nem biztos, hogy átmegy, de megnézzük. Az úgy ott jó helyen van. Tökéletes. Belövök egy robbanósat ezen az ablakon. Jelölöm. Hát ez a bácsi. Alig van élete. Ez a tisztó volt, jó. Hát ez figyelj, jó lövés volt. Viszont akkor ezt figyelik. Hopp, az mi? Jó itt ez a hely. Itt a ruhája a srácnak. Aha, és már lőnek is oldalt. Nagyon oldalt ez. Lent, fönt. Itt jönnek. Will, jelölöm. Arról, igen. Nézem. Hát hallottam, hogy tapicskol. Aki fut, meg most dob valamit. Itt van előttem. Elém néz. Ennyi, meghalt. Szép. Én mindig nem álltam, onnan futottam úgy. Hát az meg veled szembe jött, esküszöm. De akkora egy domb volt, geci, hát te onnan láttam. Ja, leraktam egy csapdát. Én nem láttam, én csak hallottam. Azt vártam, hogy elém jöjjön. Jó, fixen Oli-ra fókuszált. Tehát nem tudta, hogy hárman vagyunk. Meghalt. Nagyon szép, ez kettő. Itt volt. Ez mi? Semmi dobot csapdázni akarom. Várjál, belövök még egyet, hát ha a disznót eltalálom. Várjál, ez gyorsan kilútolom ezt a gyereket. Aztán felgyújtom. Jó, ez meg be van csapdázva. Futva. Én futok, nem az, nyugi. Nem. Nem, hallok még valamit. Szia, Dádi Manu. Kifolyt a víz, nagyon jó. Máté, kijöntötte? Mindjárt megyünk oda, jó? Mindjárt, édesem. Loot Hunter. Játsz. Köszönöm szépen. Aha. Nem lehet menni, baszki. Két Hunter van, hallod? Az jó, akkor eddig... Az nem, ez eddig 4 hull. Kettőt lelőttünk, két Hunter, az 4.
hármas csapatot számolunk, akkor még van egy-egy. Én így fogom föl, pont azért, hogy ne dögöljek meg. Nem hallok mást a malacon kívül. Hát közvetlen bent a malacnál tudni nincsenek, az oké. Okay. Hopp, jót a diszó, bázveg! Gyere, buzi! Nem tudom, hogy most mit csináljak, hogy leverjem róla a koncentrát, feljössz lootolni? Lootoljatok, intézem a disznót. Ott egyet tőlem is. Leesett a feje. Megy rád. Elszaladt. Mindjárt meghal. Egy lövés, egyetlen egy lövés, csak nem bőrök rá a lábfi rendesen. Kész. Így is jó. Jó, én lootolom a gyereket. Ó, nehogy, ne beniseljük még, várjuk egy kicsit. Beniseljed? De ne, hát ráérsz, kell sietni. Hogy veszem ki a veszélyt? Most még csend van meg. Igen, így most azt hiszik, hogy a disznótól még nincs megölve. Ezt szokták csinálni, Oli. Igen, óvatosan kell, izé. Most azt hiszik, hogy nincs, izé. És minket nem baszogat a disznó itt, és legalább hús van. És nyugodtan lehetünk itt benne, és arra nem gondolnak, hogy itt vagyunk benne, mert akkor a disznó ugye aggó lett. Ez azért egy jó stratégia. Ha most van még valaki, az még lehet, hogy akkor... Az jó, mert néha, várjál, a fejét, nézd csak. Figyeld. Azt hiszik itt a disznó, figyeld. Hallottad? Ez a disznó lépeget. Van itt lent, kettő, gyere Will. Hozz egyet. Hova kell, Oli? Ide, ahol én vagyok, gyere. Na, kinti az ki van gyújtva. Itt van kettő. Amelyeket Alex lelőtt, azt kéne felgyújtani. Hol volt? Az itt volt valahol. Ne? Gyere föl, gyere, menj ki ott, ott azt, azokat lootolt ki, azt utána gyújts föl. De várjál, hol van az, amelyeket becsapdáztam? Mindjárt belemész tuti, és akkor megtalálod. Ott van. Pecamókére. Ég meg, azért, tudod, a haverja nehogy azt érezze, hogy van ideje. Most ugye muszáj neki valamit csinálnia. Nincs már szerintem a haverja, ott van kettő. Egyet az itt tarkon lőttünk. Az udvaron lévő, az már kiégett. Azt már nem tudsz mit csinálni azzal. Mert azt hiszem, ide még tudok csapdát tenni. Mert ez egy busz van, érted? Tehát itt... Jó, amit fölgyújtottam, két hullát, Oli. Oda tettem csapdát. Tehát ott nem menjetek ki. Van csapda, egyik ajtó sem menj ki, úgyhogy nem nézel meg körül háromszor. Itt jó. Ezt becsapdázom. Hát jó, fiam. Mint zaugatott volna a kutya, de... Beriseljük a faszomba. Nem beszélt valaki, hogy haló? Nem jelezte. Ja? Itt is csapda van. Baszasd neki a Benist, aztán hadd szóljon. Ja, nyomjon neki, menjünk kifele, hát, mert nincs, menni kell. Nincs több csapdát, ettől jobban nem fog állni diszpec magasra. Akkor nem, jössz, nem tudsz jönni jövő héten, mi a tika? Nem vagy annyira jó. Hát nem meglátom, hogy hogy lesz a hátam. Jó. Pihentessed magadat be, azért nehogy itt izi lesérüljél. Hát ez is elég. Itt vagyunk ki, ezt nézzétek majd, ezt figyeljétek. Az, jó. Többiben van csapdázva? Hújjj. Ott a csapda előtted. Meg ott is van egy csapda. Meg még a másik, attól balra lévő legvégső ajtó is van egy csapda. Ablakot keresetek, ahol beláthatnak. Hát ahol állsz, például ott. Meg az egész felső részét, ha feljönnek. Igen, de ott mi... Tehát mi el tudunk itt bújni a falak mögött. Itt a lényeg az, hogy ide, ahol mi vagyunk, ne jöjjenek be. Nem jön már itt senki, mindenki meghalt. Majd kiderül. Voltak már egy cipa dolgok. Az lehet, hogy meghaltak. Itt csak fel kell arra készülni, hogy mi van. Ebből az irányba. Ebből az irányba. De azt mondtad, mind meghaltak. Akkor nem mindegy. Hát csak tippeltem. Tudtam, én csak nem voltam benne biztos. Így van. Sejtettem, de... Nem tudtam, csak sejtettem. Ez... Ez főkacsó vagyom. Ha nyílik föl, na, én azért hagytam úgy, hogy ha belemegy, akkor az megakad, rálősz, és még olaj is van alatt ráadásul. Ez is be van. Mennyit tudok üzőjével az egy továbbadni? Juhú! Ja, van méheim, úgyhogy tök jó. Azt is el kell dobni a végén. Az poison, azt is dobd el majd. Eldobom. Ki dobjam ide? Hát úgy dob ki, hogy ne jöjjenek vissza azért. Hát rák nem jönnek. Hát ahogy nem.
Mi? A legközelebbi playerre fog menni, igen. Hát amikor dobod és piros a pötty, akkor az át fog menni. Hát a B az nem foglalkozik vele, az, hát most felrázol egy befőttes üveg méhetszetre, az majd... Várj, az impasz, de nem egy rá, hát ő dobott el minket. Ja, bocs. Hát nem. Nem, ez a így van. Pedig így kéne, hogy legyen, bassza meg. Hát nem. Felrázol el, de akkor így felrázod, jó van. Felrúgják az adikat, azt felrúgják. Nem, értem. Biztosan. Az a biztosított ki, hogy bár amúgy a zsebedbe futkosás közben nem rázunknak össze, tudod. Hm. Még kell külön még felrázni, tudod, 10% damage. Hol a fogja? Amit balra ugatnak a kutyák. De lát, hogy a kennelbe elkezdtek ugatni, aztán nem hagyták abba az utat se. Csak ugye most hallod. Eddig már nem figyeltél rá oda. Tehát érted, nem hiszem, hogy ott marad, ha ott ugatnak a kutyák, akkor arrébb jön, vagy lelövi. Nem állott, hogy ő se hallnak a kutyákból semmit. Mondjuk lefelé elindulhatunk majd, nem? Persze, a délivel, délig lemegyünk aztán. Hát ha nincs senki, akkor nem is fognak ide jönni. Veszélyt kérdek el. Vedd majd fel az IT, neked kell az XP. Neked mélyebb a hangod. Hallod, Alex, neked miért van az, hogy amikor lősz ezzel az íjjal, neked látszik a nyílhegy, hogy van egy lyuk a közepén? Mert nem. Mert szpektétellek neked mindig olyan a nyílhegyet, hogy középen lyukas. Szétnézel? Én megyek, akkor nem. Aha, szétnézek. Nem tudom. Én nem látom az enyémet. Senkit nem látok. Jó, akkor menjünk. Aztán majd nézünk, mert lehet, hogy messziről sniperre. Látom, hogy egy ilyen háromszög alakú nyílhegy, és a közepében van egy háromszög alakú lyuk. Ki van spórolva az anyag is. De amikor én fogom a kezembe, akkor én nem látom, csak amikor spectator. Dobom, vigyázz! Hogy is jó? És nem a special vessző, hanem a sima vessző. Úgy lőtt valaki. Én voltam. Mondtam, ki van. Aha. Az jó. Alex meglökött, bassz meg, azt nem voltam célozza a fehér, azt nekem szaladt. Így arrébb lőtt a fegyver. Faszom. Várjál, nézek egyet még az éj. Jó. Még nálam is itt van. Na most azért csinálom, mert nehogy az, hogy messzire bekempeltek, tudod. 10 másodpercet a kimenetkítési pontig simán elbírunk használni, kellemesen. Hopp, balra, ja, a zombi. Te is hallottad? Igen. Törzeg. Kis buzi a fontosan lépeget rajta. Azt nem direkt csinálta. Tudod, én most rálépek, az jól megérnek. Ja. Már rajta volt a lába, már elzsipat, ott várt, hogy valaki jöjjön. Ha most biztos. Egy melója van neki. Jönnek, rálépsz, jól megijed. Itt a WC-n ki tudtok futni. Tudjátok, az egyik WC-n ki lehet menni. Ez így lőtt. Roborosabb. Ja, azt hittem sokival lőttem meg így szétlassan. Az kurva jó, de az roborosabb volt. Hát ez egy ilyen 5 méteres körbe sebe. Jajjaj. Tehát ezt a mellette a falat lövött, szerintem még abból is kap. Na jó, tudsz. Mindjárt megyek, drágám. Hogy mondod? De miért magadra öntötted a vizet? Mit csinál? De miért öntötted magadra a vizet? Miért? Meg kellett mosni a labdát. Hát de azt a csapnál mossuk meg, nem így, hogy magadra öntöd, drágám. Miért tettél ezt a tett az én módszereimet? Az egy jó kör volt. Lassan lőd fel.